Szerintem, nagyon nem biztos, de... Sziasztok, Matilda vagyok, és ma csak hivatalosan, de felnőtt lettem. Ennek alkalmából gondoltam, hogy az elmúlt 18 évemet 18 könyvön keresztül bemutatom, tehát minden egyes évemre választottam egy könyvet, ami úgy nagyjából jellemzi azt az évet. Nem konkrétan úgy választottam könyveket, hogy évek szerint, mert inkább így kor szerint, mert ha évek szerint, akkor 19 könyv lett volna, mert 2000-től kezdve. Szóval csaltam egy kicsit. A könyv, amit az első évemre választottam, az a Matilda, mert erről a könyvről kaptam a nevemet. A második évre a Szilajt választottam, mármint, hogy van az animációs film a Szilaj, és ehhez készültek utólag könyvek, azt hiszem, hogy a sorozat címe az, hogy Spirit of the West, és ebben van ez egy négy részes sorozat, és azért ezt választottam a második évhez, mert a Szilaj így nagyjából a legeslegkedvencebb filmem, mesefilmem akármint, tehát az olyan, hogy azt én akárhányszor meg tudom nézni, és nagyjából tudom kívülről a teljes forgatókönyvet is, meg a dalokat, meg mindent, és egyszerűen imádom. És mivel az a film 2002-ben jelent meg, ezért tökéletes választás volt erre az évre. A harmadik évet szintén egy filmhez, sorozathoz kapcsolódó könyvvel jellemzem, mert kicsinek rengeteget néztem, de tényleg rengeteget néztem a Nils Holgersson Csodálatos utazásait. Szóval a harmadik évhez ezt a könyvet választottam, mert komolyan nagyon-nagyon-nagyon sok sorozatot és filmet néztem kicsinek, és hát ez a Nils Holgersson az egyik kedvencem volt mindezek közül. Én egy elég nagy lóbolond vagyok, és ez az egész lóbolondságom ez olyan 3,5-4 éves korom körül kezdődött, mert 2004-ben ültem először lovon, és onnantól kezdve egy megállíthatatlan lóimádat kezdődött, és ezért erre az évre választottam a Ló, akit csodának hívnak című könyvet, mert ebben az évben kb. Póniklubos is lettem, hogyha valaki ezt ismeri, és rengeteg könyvet kaptam ennek kapcsán, és ez volt az egyik legelső könyv talán, amit kaptam, és ez egy olyan könyv, amire nagyon is emlékszem, és nagyon szerettem is, mikor felolvasták nekem. Plusz lovas, és így jelképezi, hogy igen, attól az évtől kezdve minden, ami lovas volt, nekem kellett. 2005-re az Oroszlán, a Boszorkány és a Ruhásszekrényt választottam, mert a Narnia című film ekkor jelent meg, ugye az ennek a filmadaptációja. És hát igen, a Narnia is egy olyan film, amit nagyon-nagyon szeretek, és ezért jött ez a könyv. Egy újabb sorozat, aminek konkrétan a megszállottja voltam, az az Ezüst Vadló. Ezt a sorozatot rengeteget néztem. Hétvégén ment mindig a tévében, és mindig fölkeltem csak azért reggel korán, hogy meg tudjam nézni a részeket, és amikor egyet véletlen kihagytam, az így világvégével volt egyenlő. Egyszerűen imádtam azt a sorozatot, bár elég gagyi most így visszatekintve, de akkor nagyon-nagyon imádtam, és nem tavaly beszereztem belőle a könyvet. De az szerintem az a sorozat, az Ezüst Vadló, az egy teljesen meghatározó pont volt az életemben. 2007-re a Nagymamám azt üzeni Bocs című könyvet választottam, abból azokból kifolyólag, hogy a főszereplője Elsa 7 éves, és hát gondjai vannak végül is az iskolában, és 2007-ben mentem suliba, ami kb. Tragédiaként éltem meg. Hát én nagyon-nagyon nem szerettem az iskolát, és ezért választottam ezt a könyvet. 2008-ra egy újabb póniklubos könyvet választottam, sőt az előbb említett könyvnek a folytatása, mert 2008-ban voltam először, és egyébként utoljára is lovas versenyen, mert soha többé nem mentem el. Nem azért, mert nem tetszett, hanem mert nem. Na mindegy, nem tudom igazából, miért nem voltam többször. De ez is egy olyan profi lovas verseny volt, hogy én csak ültem a lovon és körbevezettek, szóval semmi nagy dolog, de erre az évre ezért a Csoda első versenyét választottam, mert Csodának is az első versenye volt, és nekem is az első versenyem. A következő nagyon vicces lesz. 2009-re választottam a Malac a Pálcbant, mert volt egy korszakom, amikor mindig rózsaszint húztam. Nem tudom, hogy miért, és
olyan csodálatosan tudtam öltözködni. Szóval lényegében volt egy korszakom, amikor mindig úgy néztem ki, mint egy kismalac, és a Malacapázbannak a főszereplője is egy kismalac, szóval gondoltam, ez így ide illik. A következő könyv, amit választottam, a Szólít a szörny, amikor mennyi voltam, 10 éves, igen, 10 évesen vakbőrműtétem volt, és... ja, pont. 11 éves koromra kitaláljátok, hogy milyen könyvet választottam. Na, igen. A Harry Potter és a bölcsek kövét, ugyanis 11 évesen mennek a varázslók a Roxfordba. Az én levelem viszont elkeveredett közben. Úgyhogy még mindig várom. Körülbelül 12 éves voltam, amikor először láttam a Trónok harcát, mert az 2011-ben indult a sorozat, szóval valahogy akörül láttam, és az instant Trónok harca fan lettem, bár voltak részek, amiket becsukott szemmel néztem végig, de ettől függetlenül imádtam a sorozatot, egészen 1-2 évvel ezelőttig. Elég meghatározó pont volt az életemben, úgyhogy Trónok harca. Elérkeztünk 2013-ba, amikor megszerettem az olvasást, és ezt az olvasás imádatot nem más indította el, mint Percy Jackson, azaz a villámtolvaj. Azóta tombol a könyvmajságom, meg a Rick Riordan mániám is. Ez a könyv indított el mindent. Folytatva a Rick Riordan vonalat, 2014-re választottam az elveszett hőst, mert hát abban az évben csak Rick Riordant olvastam. Szóval a Percy Jackson és az Olimposziakat miután kiolvastam, utána olvastam az Olimposz hőseit. És ugye akkor kezdtem el angolul is olvasni. 2015 abból a szempontból egy meghatározó év volt számomra, hogy akkor sikerült kiadni a könyvemet, az első könyvemet. Úgyhogy erre az évre egyértelműen a Futótüzet választottam. 2016-ban volt egy könyvsorozat, amit konkrétan egész évben olvastam, mert nagyjából havonta olvastam egy részt belőle. Szóval abban az évben ez egy elég meghatározó könyv volt, főleg, hogy akkor voltam talán leginkább rákattanva, ez pedig az Így neveld a sárkányodat, mert a filmeket imádtam, még mindig imádom, és 2016-ban kaptam meg az első részét, és onnantól nem volt megállás, mert muszáj volt elolvasnom az összes könyvet, és decemberben olvastam az utolsót, mert ugye 12 részes, szóval tényleg kb. Havonta olvastam egyet, és annyira imádom az Így neveld a sárkányodat, de tényleg, és 2016-ban folyamatosan ezt olvastam, meg folyamatosan játszottam a mobilos Így neveld a sárkányodat játékkal. A tavalyi évre választottam a Vaják sorozatot, most ez az első rész, amit itt felmutatok, az utolsó kívánság. A tavalyi évemre, amire emlékszem, hogy tényleg ilyen meghatározó lett volna, az a Vaják sorozat elolvasása volt, mert bolondulok ezért a sorozatért. És hát elérkeztünk 2018-hoz, az utolsó évhez, olyan rossz kimondani, hogy 18 éves vagyok. És hát nem konkrétan 2018-ban, de ebben a tanévben és 18 évesen fogok érettségizni, úgyhogy ezért választottam 18-nak a Katrina köbönt, mert ez a könyv fordítás szerint diplomózta után, de egyébként ballagás után játszódik, tehát a ballagás utáni nyáron, és én is mindjárt ballagok. Tragédia. Ez a 18 könyv jellemzi röviden az elmúlt 18 évemet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!